Ismét egy különleges adással jelentkezik a visszapillantó, itt a hűvös időbe köszöntött a tél, és bizony halk puffanással összecsúsznak szépen az autók egymás után. Hogy 30 évvel ezelőtt hogyan dolgoztak, és most hogyan dolgoznak a profik, a karosszéria lakatosok, már is megnézzük itt a Schiller Karosszéria Centrumban. Itt vagyunk bent most már a műhelyben, Dévai Árpáddal, a szerviz vezetőjével. Szerintem, és cáfolj meg, vagy erősíts meg, az elmúlt 20-30 vagy 40 évben azért a karosszéria lakatos munka az nagyot változott, vagy legalábbis a technológiák biztosan nagyot változtak. Így van. Miben változott elsősorban? Az anyagok felhasználásában, vagy a munkafolyamatokban? A munkafolyamatok nagyon nem változtak, igazából a berendezések, meg a technológia változott az elmúlt 25 évben. Mennyiben kell alkalmazkodnotok az új anyagokhoz? Mert gondolom azért a más szilárdságú lemezek például azért ott is nagy változás volt. Nyilván itt a biztonsági fejlődés az ennek tulajdonképpen az alapja. A munka szempontjából ez mennyiben nehézség nektek, vagy mennyiben kellett nektek változnotok mondjuk az elmúlt 30 évben? Hát valóban így van, mert megjelentek a nagy szilárdságú acéllemezek az autókban, és azokkal a berendezésekkel, amikkel korábban javítottuk az autót, azzal már nem lehet. Tehát mondjuk egy ilyen elemet lefúrni az autóról, sokkal keményebb fúróra van szükség. Ezeket a lemezeket nem lehet már lánggal hegeszteni, mint 20-25 évvel ezelőtt, hanem gyakorlatilag rézzel vannak forrasztva egy védőgázos forrasztó berendezés segítségével, és sok esetben már nem hegesztjük az elemeket, hanem ragasztjuk vagy szegecseljük. Hogyha már ezt a nagy szilárdságú lemezt vagy acélt említetted, ezeknél más a technológia, tehát hogy akár a csere szempontjából, tehát van olyan, amire azt tudjátok mondani, hogy ez nem javítható, mondjuk egy elem vagy egy nyúlvány rész, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt minden gond nélkül kijavítottatok, és az kvázi megfelelt a kor minőségének. Most van olyan, amire azt tudjátok mondani, hogy ez ti már nem tudtok hozzányúlni, vagy ez nem javítható, csere? Igen, igen, ezeket nem szabad fölhevíteni és úgy kiegyengetni, mint régen mondjuk egy 25 évvel ezelőtti autónál. Ezeket, hogyha nagy mértékben megroppannak vagy elgörbülnek, akkor ezeket ki kell cserélni. És nem is lehet úgy cserélni őket, hogy mondjuk keresztbe elvágunk egy B-oszlopot, hanem a teljes hosszában ki kell cserélni, mert csak úgy marad meg az a szilárdsága az autónak, hogy egy újabb ütközésnél megvédi majd az utasokat. Hát pont ez a lényege tulajdonképpen a dolognak, hogy nyilván itt a biztonság az, ami az egésznek a keretét adja, az, hogy úgy legyen megjavítva az autó, hogy tulajdonképpen a gyári értékeit, vagy a gyári biztonsági funkcióit meg tudja tartani, és újra képes legyen erre. Ez pontosan így van. Milyen új technológiák jöttek be nálatok? Most, ahogy említetted ugye ezt a ragasztást, ugye a lánghegesztéssel, vagy akár a pontozással szemben, milyen új technológiákkal dolgoztok még az elmúlt 20 évben, vagy mi a legújabb, ami most bejött, akár, hogyha úgy mondom, trend? Hát a legújabb az a ragasztás. Nemrég cseréltünk egy vázolványt egy autón, és bizonyos részein nem hegesztve volt, hanem ragasztanunk kellett egy ilyen nagy szilárdságú karosszéria ragasztóval. Ez kicsit olyan furán hangzik. Elég furán hangzik. Van egy ilyen bizalmatlanság ezzel kapcsolatban, mert hogyha az a két fém össze van hegesztve, akkor ott azt mondom, hogy hát az nyilván örök élet, plusz hát nyilván ameddig el nem rohad mondjuk, hogy ott valamilyen sérülés nem éri. Ezek milyen ragasztók? Tehát mit kell tudni arról, hogy most össze van ragasztva tulajdonképpen az autó és nyilván fontos részei? Hát ezek kifejezetten ilyen javításokra vannak kitalálva ezek a ragasztók. Ezek olyan nagy erősséggel ragasztják, hogy fogják össze a lemezeket, mint hogyha össze lennének hegesztve. Nekünk is megdöbbentő, ugye nem ehhez vagyunk szokva, meg régebbi szakemberek is dolgoznak, vagy idősebb szakemberek is dolgoznak nálunk, akik még a lánghegesztés korában nevelkedtek, és nekünk is furcsa megszokni ezeket az új technológiákat. És ők például mit szólnak egy ilyen technológiához? Tehát nyilván van egy professzionális centrumban dolgozunk, vagy vagyunk jelenleg, tehát hogy azért ők, amit megszoktak, ami a kezében van 40 éve, ahogy ő csinálta, és most jön az új direktíva, hogy hát, drága Lacikám, mindentől fogva ragasztani kell, mert ennek az a megoldása. Akkor ők pufognak, vagy... Nem pufognak, inkább csak hűmögnek, csodálkoznak, hogy mik vannak. Na hát akkor nézzük is meg, hogy nagyjából hogyan áll össze itt ez a centrum, és akkor nézzünk meg egy javítást, mert hogy a munka az folyik a háttérben. Oké,
Oké, tételezzük fel, hogy megtörtént a baj, a kedves ügyfél érkezik hozzátok, hogy szeretné megcsináltatni az autót. Mi a pontos fázis, hogyan haladtok végig? Először készítünk egy kárfelvételt az autóról, azokról a sérülésekről, amik kívülről láthatóak. Erről készítünk fényképeket, írunk egy jegyzőkönyvet, amiben megjelöljük a sérült részeket, amiket cserélni kell, vagy javítani kell. Ha ez megvan, akkor bekerül az autó a lakatos műhelybe, ott szétszedjük, hogy föltárjuk azokat a sérüléseket, amik nem láthatóak így kívülről, akkor azokról készítünk egy pótszemlét, azokat a sérüléseket is lefényképezzük, jegyzőkönyvezzük, és akkor abból összeáll az, hogy tulajdonképpen mi az, amit meg kell javítani az autón ahhoz, hogy újra olyan legyen, mint mielőtt összetörték. Oké, megvolt a felmérés, szétborítottátok az autót, látjátok, hogy nagyjából mit kell cserélni, milyen munkák előtt álltok. Utána mi a következő folyamat? Utána megrendeljük az alkatrészeket az autóhoz, ha megérkeznek, akkor elkezdjük megjavítani az autót. Ha készen van a karosszéra lakatos a munkával, akkor átkerül az autó a fényező műhelybe. Na, akkor odainduljunk. Rendben. Na hát még mielőtt a fényezőköz elmegyünk, megálltunk, mert hogy itt most konkrét a munkafolyamat zajlik. Mi történt ezzel az autóval, és hogyan dolgoztok most ezen éppen? Ezen az autón két horpadás van, az egyik a tolóajtaján, a másik pedig a hátsó oldalfalon, és most ezt javítja meg éppen a kollégám. Fémtisztává varázsolja azt a felületet, hogy egy spotter nevű berendezés segítségével a horpadásokat ki tudja húzni belőle. Ezt gondolom sokat nem változott ez a technológia az elmúlt 20-30 évben. Nem, ez nem. Tehát ez még egy tradicionális valami. Talán annyi változott, hogy a régi spotterek azok óriásiak voltak, ez meg, ha megnézitek, egy nagyon apró berendezés. Ez úgy működik, hogy egy pillanatra az az eszköz odahegged a karosszériára, és van egy lengő súly, amit a kollega mozgat rajta, és annak a súlynak az erejével rántja ki azt a kis horpadást, ami ott van. Hát a forgatás során egy kicsit megszomjaztunk, megéheztünk, gyorsan találtunk is egy automatát, úgyhogy lehet, hogy bekapok egy mikroszálas kendőt egy maszkoló szalaggal mondjuk, vagy hát nem tudom, esetleg, hogyha tényleg nagyon megszomjaznék, akkor féktisztítót mondjuk befújok a nyelvem alá. Ez hogy kerül ide, vagy mi ez az automata egyáltalán? Kicsit meglepődtük. Ez egy rezsianyag automata. Fényező műhelyt szolgálja ki, ha valamelyik fényező kollégának szüksége van csiszolópapírra, vagy mikroszálas kendőre, vagy ufadós szivacsra, akkor ide jön a kis mágneskártyájával, lecsippantja, beüti a számát annak a terméknek, amit ki szeretne vételezni, és kihullik alulra, mint egy automatából. De és akkor nem kallódnak a polcon mondjuk a segédanyagok, hanem akkor itt rendszerezve itt vannak benne. Meg nem kell a raktárba elmenni a kollégáknak, hanem csak ide jönnek, innen kiveszik, ami szeretni szükségük van, és felhasználják. Hát látjátok, hogy ezek a fényezők tényleg, tehát se kávé, se kóla, se szendvics, maszkulószalag, mikroszálas kendő, és ezzel tudnak dolgozni, döbbenet. Tehát kész a lakatos munka, átjöttünk a fényező műhelybe, tehát amit ott tulajdonképpen összeraktak, már kompletten megvan az autó, akkor azt szétszeditek gondolom ismételten, és akkor itt jönnek a folyamatok. Mi készül most itt, milyen stádiumai vannak ennek a folyamatnak? Az első lépés az, hogy alapozzuk a sérült részeket, amiket javítani kell. Most épp azt látjuk, hogy a kollega meggittelte már ezt a motorháztetőt, és azt csiszolja meg. Ha ezzel majd megvan, akkor utána egy szórható alapozót fog rá fölvinni erre a gépháztetőre, amit majd száradás után újra meg kell csiszolni, hogy tökéletesen sima legyen, és azután kerül be az elem a fényező kabinba, ahol a festék kerül rá. Ez a szép ebben a dologban, hogy gondolom itt a végtelen csiszolások folynak, tehát hogy ez valami elképesztő meló. Én így tényleg teljesen meghallok előttetek, illetve a fényezők előtt is, hát a lakatosokról nem is beszélve. Én egyszer próbáltam autót fényezni, nem mutatnám meg most, amikor a negyedik körös csiszolás volt, akkor, tehát ezt csak befejezni lehet, tehát, illetve abba hagyni lehet, befejezni nem. Tehát ugye ez valami végtelen, csak hát ők mondjuk értenek hozzá rólam, meg ez nem mondható el. A
hátunk mögött egy csodálatos fényezőkamra van. Ugye láttuk a csiszolást, a fényezés előkészítést, a kamrában pedig készre, színre fújják az autót. Akkor tulajdonképpen készen is vagyunk. Még nem egészen, mert a fényezés után még össze kell szerelni az autót, és az összeszerelés után még átkerül ide a polírozó műhelybe, ahol a végső simításokat végzik el a fényezésen. Ha vannak benne apróbb szemetek, hibák, azokat itt kijavítják, és utána készül el teljesen a javítás. Ez minden esetben szükséges egy végső polírozás, egy kis kozmetika még? Igen, minden esetben. Azért ez egy elég komoly ilyen türelemjáték ez a polírozás, hogyha jól gondolom. Hát nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy véletlenül kikopjon a festék, és hogy ne legyen hologrammos a polírozás után, úgyhogy igen, ez komoly szakértelem szükséges. Hát ráadásul gondolom, hogy egy friss fényezésről van szó, akkor még ugye a festéknek talán még a puhassága vagy frissessége is nehezíti a dolgot a polírozásnál. Igen, de pont ezért inkább várunk egy kicsit, és nem azonnal a fényezés után kezdjük el polírozni, hanem megvárjuk, míg rendesen megköt a festék és a lak, és csak utána nyúlunk hozzá. Jó, na most már viszont tényleg a végéhez közelítünk, ugye? Tehát, hogy most már lassan megkapjuk a kulcsokat az autóhoz. Így van. Oké, nagyjából, hogyha mondjuk vegyünk egy egyszerű balesetet, vagy egy egyszerű káresetet, ami a mindennapokban mondjuk sokszor előfordul, parkolóban mondjuk, hogy fordulnak be, meghúznak egy ajtót, egy sárvédőt, mondjuk a lökhárító sérül, még ez nagyjából mennyi időt vesz igénybe, mert nagyon hamar végig szaladtunk itt a munkafolyamatokon. Nyilván látszik, hogy rengetegen dolgoznak nálatok, jó tempóban tudtok haladni, de nagyjából ezt mennyire lehet satszolni időtartamra egy ilyen munkát? Az ilyen kisebb munkák azok 3-4 munkanap alatt elkészülnek, de nagyobb sérülésnél akár 2-3 hét is lehet a javítási idő. Nyilván ez hozzá tartozik természetesen a sérülésnek a mértéke. Tehát 3-4 nap alatt nagyjából, hogyha én behozom az autót hozzátok, akkor adott esetben, hogyha tényleg mondjuk két elemről van szó, vagy ha 2-3 elemet kell javítani, vagy fényezni, vagy cserélni, akkor az nagyjából realizálható. Így van. Biztosítás, ügyintézés, stb. Mi az, ami még ehhez hozzá kapcsolódik, azon felül, hogy én behajtok a kapun, fizetek és távozok? Ha biztosítós esetről van szó, akkor nyilván a biztosítási ügyintézés ehhez még hozzájárul, kárfelvétel, biztosítói visszaigazolás, de ezt jellemzően kisebb sérüléseknél még a javítás előtt el szoktuk végezni, és akkor a javítást már úgy kezdjük el, hogy minden dokumentum, kifizetési nyilatkozat megvan ahhoz, hogy meg lehessen javítani az autót. És utána már csak nekiugrottak a munkának. Így van. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy végigvezetted a visszapillantó stábját és a kedves nézőket itt a munkafolyamatokon. Szerintem most már jobban megismertétek, hogy mi is folyik itt, és hogyan is néz ki a karosszéri lakatos szakma, a fényezés, a polírozás és minden, ami ehhez hozzájárul. Balesetmentes kilométereket kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra, és természetesen iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!